Tényleges életfogytiglanit kért az ügyész perbeszédében B. Draganra. A vád képviselője 122 oldalban foglalta össze a hajléktalan Galeri bűncselekményeit, köztük az 5 gyilkosságot. A banda feje az a szerb férfi volt, aki előszeretettel hirdette magáról, hogy Arkan szabadcsapatában harcolt. B. Dragan óriási fegyelmet tartott, egyik áldozata saját baráti körének tagja volt. Egy rossz értelemben vett karizmatikus személy. Így jellemezte a több gyilkossággal vádolt B. Dragant az ügyésznő. A férfi 7 évvel ezelőtt a zöld határon szökött át Szerbiából Magyarországra. Akkor még úgy gondolta, hogy tovább megy Amerikába, de itt maradt és a csepeli erdőben élő hajléktalan közösség élére állt. És semmi nem történhet a táborba anélkül, hogy ő arról nem tudna. B. Dragan és élettársa ebben a kunyhóban éltek. A férfi a vádirat szerint az első perctől olyan bandát akart, amelyik erőszakos bűncselekményekből tartja el magát. Azt ekkor még senki sem sejtette, hogy először saját barátjukat ölik meg. H. Viktornak az volt a bűne, hogy nem tudta eladni a banda vezér marihuánáját. Kegyetlen halállal büntette a banda. Vágtak körülbelül másfél méter hosszúságú fahúsángot, fabatot, abból a célból, hogy ezzel akkor most megleckéztetik K. Viktort. Hárman ütötték, verték a barátjukat, aki elviselhetetlen fájdalmakat élt át, de az igazi borzalmak csak később jöttek. Elhitették vele, hogy játékból felakasztják. A szándék ennél sokkal mocskosabb volt. A Viktort fel kell akasztani, mert fel fog bennünket jelenteni a verés miatt. Az összevert ember a vádirat szerint önként dugta a fejét a hurokba, elhitte, hogy csak játszanak vele. Tévedett. A széket ugyanis kirúgták a lába alól. Ez pedig már a Dragan-féle banda másik gyilkosságának helyszíne. Itt egy szintén az erdőben élő 4 fős családot öltek meg. A vádirat szerint ezek mellett volt olyan is, akit 15-ször lőttek arcba riasztó pisztollyal, és olyan is, akinek épp hogy eltévesztették a fejét a baltával. B. Dragan hol beismer, hol tagad. A perbeszéd után szerdán a védők meghallgatásával folytatódik a tárgyalás sorozat. Az elsőfokú ítélet május 9-én várható.